Gondoltátok volna, hogy a világszinte valamennyi táján találkozhatunk magukkal? Köszöntelek titeket! Ebben a videóban ezekről az aranyos állatokról lesz szó. A nyúlfélék az egész földön őshonosak, kivéve az Antarktiszt és Ausztráliát. Sokféle élőhelyhez alkalmazkodtak, a sivatagtól kezdve a tundráig. Még mocsaras területeken is előfordulnak, és több mint 200 fajuk van. Hogyan néznek ki? Hosszú füleik vannak, melyekkel jól hallanak. Nagy szemükkel még éjjel is jól látnak, és érdekesség, hogy teljes körben látnak. Felső állkapcsukban két pár metszőfog helyezkedik el. Hosszú hátsó lábaik segítik őket abban, hogy cikcakban fussanak. Nyulaknak szörös talpuk van, aminek az a szerepe, hogy futás közben ne csúszanak el. A testméretük igen változatos fajtól függően. A legkisebb nyúlfaj az észak-amerikai törpenyúl, 30 dekagramm tömegű, de a mezei nyúl akár 6,5 kg-os, sarki nyúl 7 kg-os is lehet. Vannak olyan nyúlfajok, melyek üregekben élnek, odahúzódnak vissza veszély esetén vagy pihenéskor, például az üregi nyúl, és vannak olyanok, melyek egész életükben a felszínen élnek, például a mezei nyúl. A felszíni kölykök születésükkor szőrösek, és nyitva van a szemük. Az üregi nyúlfiak csupaszak és vakok. Nézzünk meg közelebbről néhány nyúlfajt a nagyvilágból. Észak-amerikai törpenyúl. Az Amerikai Egyesült Államok területén találkozhatunk vele. 23,5-29,5 cm közötti testhosszával a világ legkisebb nyúlfaja. Legkedveltebb tápláléka a zsájacserje. Azték nyúl. Más néven vulkánnyúl. Mexikóban vulkánok körüli fenyvesekben őshonos. A második legkisebb nyúl a Földön, és a farka olyan rövid, hogy szinte nem is látható. Hócipős nyúl. Észak-Amerikában él. A bundájának színe évszaktól függően változik, szürkés, barna vagy fehér. Sivatagi nyúl, más néven tolaj. Ázsiában, sivatagokban, félsivatagokban fordul elő. Mocsári nyúl, az USA-ban, mocsaras vizes területeken található meg. Nagyon jó úszó. Ha szükséges, elbújik a sekély vízben, lemerülve csak az orra van kint a vízben, hogy levegőt tudjon venni. Hazánkban két nyúlfaj él. Az egyik a mezei nyúl. Európa és Ázsia egyes területein honos, de sok országba betelepítették, ugyanúgy, mint az üregi nyúlat. Másik nyúlfajunk az üregi nyúl. Mára Európa csak nem minden részén megtalálható. Laza, homokos talajon otthonos. A mezei nyúlénál rövidebb fülei vannak, feje rövidebb, kerekebb. Háziasított alakja a házi nyúl. Hány házi nyúlfajta létezik? A fajták száma országonként eltérő lehet, napjainkban körülbelül 200 fajtáról beszélhetünk. Többféleképpen csoportosíthatjuk őket. Például testnagyság szerint. Egy Darius nevű óriás nyúl 128 cm-es testhosszával és 22,5 kg-os tömegével még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A szőrzet hossza szerint is csoportosíthatjuk őket. Ezen a képen egy rövid szőrű törpefajtát, a törperex nyulat láthatjuk. Itt pedig egy hosszú szőrű fajtát, egy angóra nyulat. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Ha több érdekességre is kíváncsiak vagytok, akkor látogassatok el a weboldalunkra és kövessétek Facebook oldalunkat. Sziasztok!